Egy atya tanúság tételéből hallottam, emlékszek egy hittanokrárá gimnazistánkkal, itt fejeztük be tegnálista az elmélkedésünket, és idén folytatjuk, hogy mi történt azon a hittanokrárá gimnazistánkkal. A feltámadásról beszéltünk, és érezni volt, hogy senkinek sincs kedve beszélni erről a témáról a fiatalok közül, míg azok is, akik rendszeresen jártak templomba, úgy elhárultak a többiek előtt. Vagyis úgy lehártuk bennük azt, hogy most ők megvallják azt a hitet, amiért ők a templomba járnak. Tehát, hogy Jézus feltámad. Az a hitvallás, amit minden vasárnap a hiszek egyben megteszünk, az valahogy ez a tanúságtétel alakult bennük. Nagy volt a csend, és akkor egy fiú megszólalt, hogy ez az atya. A feltámadás azt jelenti, hogy Jézus ügye tovább megy. Igen, mindenki helyeselte, és észszerű helyes válasznak tartotta az osztályban. Igen, tulajdonképpen az apostolok nem csupán a krisztusi gondolatot vitték tovább, nem azt hirdették, ezt a krisztusi gondolatot, ami az elméjükben élt, hanem annyira megszólította őket a feltámadt és élő Jézus, hogy tulajdonképpen a saját életüket is bevetették Jézusért. Tehát így rakta össze ez az atya a hittanórán lévő fiatalokkal ezt a helyes választ. Tehát nem csak a gondolatokban élt tovább az apostoloknak a jézusi tanítás, hanem ők az élő Jézussal találkoztak. És az élő Jézus arra indít, hogy én is az életemet bevessem a vele való kapcsolatba és az evangéliumért. Talán ez az idei 2022-es nagybőjti időnek a legfontosabb szava vagy fogalma bevetni, vetni. Ferenc pápa a Szent Atyáző nagybőjti üzenetében pontosan ezt írja, a jót vetni. Ő a Galata levélből idézi az igét, a jó megtételében ne álljunk meg, mert ha eljön annak az ideje, akkor majd gyümölcsöt is fogunk látni. Jónak a gyümölcsét is meg fogjuk látni. Tehát ne fáradjunk bele, addig, amíg időnk van, addig tegyük a jót, és ezt a jót tegyük mindenkivel és mindenkinek. Írja a Szent Atya, idézve a Galata levelet az ő nagybőjti üzenetében. Tulajdonképpen a lelki gyakorlati elmélkedés az pontosan erről szól, egy idő, ami az Úr részéről bennünket, ami Urunk részéről bennünket fölemel, bennünk fölszít egy belső életet. Azért vannak az elmélkedések, hogy bennünk felszítódjon az élet. Az az élet, amire Jézus hívott minket. És most ennek az elmélkedésnek ez a gondolata, a jót vessük, a jót tegyük. Tulajdonképpen a Szent Atya ebben a nagybőjti üzenetében azt mondja, ha megállunk a jónak a megtételében, és visszalépünk a jótól, és nem cselekszünk jót, nem teszünk jót, akkor tulajdonképpen ilyen jelzőket mond a jót meg nem tévő emberre a Szentírás, hogy az beteg, az az ember, vagy az az ember rossz, vagy az az ember értéktelenné válik. Aki nem tudja tenni a jót, az elveszíti az értékét. Megállni a jóban, meg merevedni a jó megtételében, vagy merővé válni a jóban, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az ember nem látja az értelmét annak, amire ő meg van hívva. Meghívva arra vagyunk, hogy tegyük a jót. Nem
az életünkben, arra figyelni, hogy nem teszem a rosszat, nem teszem a bűnt, hanem arra kell összpontosulni, hogy mi az, amit én teszek. Nem arra vigyázni óvatosan, hogy jaj, ne kövessek valami bűnt, hanem bevetni az életemet abba az irányba, hogy teszem a jót. Tulajdonképpen az életünk a szeretetről szól, tehát, hogy mennyire engedem magamat a jót megtévő szeretet útjára. Sokszor úgy van, hogy az ember azt gondolja, nincs hozzá erő, de apró dolgoknak a megtétele is számít. Istennél minden számít. Minden apró kis jótett is számít. Csak ne lépjünk soha vissza attól, hogy kezdeményezzük a jót az életünkben. A jónak az elvetése, ez egy igen fontos gondolat. Szent Jakabnak a levelében szerepel az, hogy a fölműves elveti a magot, és aztán kitartóan várja, még jön majd az eső. Tehát amikor mi elvetjük a jót, megteszünk valami jót, nekünk nem kell rögtön követelni azt, hogy lássuk annak a gyümölcsét is. Az ember ne azért tegyen jót, hogy mindjárt lássa a hatékonyságot, hol van a hatása, hol van az effektivitása. Ugye a mai világ nagyon erre összpontosít, hogy van valami kis megtétel, egy kis befektetés, hol van annak a haszna, hol van a hatékonysága. A jónak a megtételében ezt soha nem lehet így magunkról elgondolni. Tehát amikor valaki jót tesz, akkor amellett dönt, hogy türelmes lesz, kitartó lesz, és ki fogja várni, hogy majd eljön annak az ideje valamikor. De az a pillanat, amikor az a jó gyümölcsöt terem, az a pillanat nem most van. Az a pillanat valamikor jön el. Szent Atya azt mondja, hogy túl sokszor az életünkben azt gondoljuk, hogy nekünk a jót be kell venni, vagy le kell aratni, konzumálni kell a jót az életünkben. Pedig az igaz és szép élet az az, amikor valaki a jót befekteti. Pontosan azt mondja a Szent Atya, változtassuk meg a mentalitásunkat, hogy az életünk igaz és szép legyen, és az emberi élet attól szép és attól igaz, hogyha tudja vetni a jót, tudja tenni a jót, hogyha tudja megosztani a jót a másikkal. Tehát bátornak kell lenni, hogy az életünknek különböző helyzeteiben lássuk azt, nem az az életünknek a meghatározás, hogy a jóért én rögtön most le is arassam a gyümölcsöt, meg is kapjam valamilyen jutalmat. Az, aki tudja ezt látni, hogy nem csak a most nekem konzumálnom kell minden gyümölcsöt, amit én befektetek az én jó tettem által, hanem hogy azt mások is megkaphatják. Én csak teszem az én igaz, krisztusi magatartásomat, teszem a jót a másikért. Az az ember egy kicsit olyan idő felettivé kezd válni, és hát ez az igazi, örök életre való készület. Megteszem a jót, de nem most aratom le a gyümölcsét. A Szentírásban az is benne van, hogy nem látjuk meg mindig a vetésnek a gyümölcsét. Tehát ott van az, hogy az egyik vet, és a másik arat. Ilyenkor igen fontos arra gondolnunk, hogy ha képesek vagyunk ennek az elfogadására, akkor a nagylelkű Istenhez kezdünk hasonlítani. Mert annak az elvetett jónak, amit mi megteszünk, annak rejtett ereje van. Elvetjük a jót, és annak ott rejtett ereje van, és azt kezd időt felhasználva ugyan, de kezd növekedni, és valamikor abból a jóból eljön valamilyen gyümölcs. Mi csak erre
szenteljük az életünket, arra fordítsuk az életünket, hogy elvessük azt a jót, és mások fogják ezt leállni majd. Tulajdonképpen a Jóistennek a nagy lelkűsége arról szól, hogy ő bőségesen adja a jót mindenkinek, és hogy ki, hol, mikor részesül belőle, vagy hogy ő feléje a hálátás és a dicsőítés visszaérkezik-e, azt a Jóisten nem nézi, mint hogyha nem érdekelné őt. Nem ez a lényeges, hogy az a gyümölcs megérkezik-e, hanem az, hogy én megteszem azt a jót, és arra nagyon szükséges az idő. Ugyanis az az igazság, hogy mi is rengeteg gyümölcsöt leállítunk. Olyat, amiket nem mi fektettünk be, nem mi tettük azt a jót, amit most mi begyűjtünk a magunk életébe. Az egri szemináriumban a Kecskés Adi bátyától hallottam először Zemlénről, és arról, hogy van itt egy ilyen különleges alkotás, mint a Magyar Kálvária. Aztán a kispap társaim, a Szűcs Zsolt atya és a Tóth Gábor atya beszéltek róla, és aztán, amikor Bodrog közbe kerültem plébánosnak, akkor a kedves jó barátom, a Robi atya, aki egy sátorra jövőjén szolgált, ő vitt fel először erre a hegyre, és mutatta meg a Magyar Kálváriát. És most, amikor erre az emlékezésre készültem, mélyen eszembe jutott ez, hogy mennyi sok jó, például ezen a területen mennyi sok jót kaptam, apró eseményeket, találkozásokat, magyarázatokat. És volt egy piarista paptanál, a Szepesi Bódog atya, aki 1938-ban megkezdeményezte a Szent István kápolna megépítését. Így vált teljessé ez a és egyedivé ez a Magyar Kálvária. Valamit akkor ő megtett egy jó kezdeményezést. Azóta az a magyar összetartozásnak a lelkesítője ez a Magyar Kálvária. Mindannyiunknak, akik végigjárjuk azt. És nem számolva azzal, hogy ugye a karizmatikus megújulásnak a pünkösdi virasztásai, is a kegyelmi dolog, ami történik azon a hegyen. Valaki valamikor tette egy jót, és most mi már a gyümölcsét annak érezzük. Mi aratjuk le annak a gyümölcsét. Tamás atya vasárnap este, amikor elkezdtük ezt a lelki gyakorlatot, akkor úgy mutatott be, hogy Radona, a Radi Vértanúknak az ügyével is foglalkozott. Úgy a szívemben van valóban ez az ügy. Egy Iglódi István nevű 19 éves minorita ferences szerzetesről van szó, aki az életének egy bizonyos pillanatában szembe került azzal, szembe jött vele az erőszak, és arra akarta kényszeríteni, hogy a hitét és a hivatását hagyja el. És ő ebben a pillanatban nem válaszolt erőszakkal. Hanem egy nagy végét élt meg, mert tulajdonképpen azt élte meg, hogy ő kapott egy nagyon nagy ajándékot az életében, hiszen a kereszténységnek végső soron ez a legmélyebb értelme, hogy mi ajándékot kaptunk, Isten önmagán. Nem bármit vagy akármit adott nekünk Isten, saját magán. Igéjében, testében. Ő maga jött el az én életembe. És mikor ő ezt felfedezte, és szerzetes pap akart lenni, ez olyan nagy hatású kincs, megtalálás volt az életében, hogy ő ebből vissza lépni nem akart. Nem is lehet. És amikor arra készítették, hogy választania kell, hogy vagy elhagyja az ő urát, és a hivatását, vagy fizikailag likvidálják őt, tehát megölik, meggyilkolják, akkor ő vállalta azt, hogy végbe menjen ez a tragédia, és megölték őt. Nekünk ez az ak
akkori megtétel, ez a tanúságtétel, ez a Krisztus iránti hűséges jónak a megtétele most gyümölcs az életünkbe, hiszen a mi Úrral való, most a mi Jézusunkkal való életünknek az elmélyítésébe ez a tanúságtétel rengeteg gyümölcsöt hoz. Mikor megtaláltuk az ő sírját, egy szívmedál volt a kezében, ezzel a felirattal a Szentírásból én alszok, de a szíven virraszt. Aki találkozott Istennel az életébe lépő ajándékkal, annak a szíve élni kezd. És lehet, hogy ő elászik, lehet, hogy a teste meg van ölve, de a szíve, az ő élete, az nincs veszélybe. Az élete Istennel. Mennyire szépen tanít másokat. Szent Atya Ferenc pápa azt mondja, hogy az a legnagyobb kísértés, hogyha az ember úgy gondolja, nekem csak aratni kell, és bevetni a jót nem kell. Mások után aratunk. Az ő tanúságtételünkből, az ő jó tettőből mi meríthetünk. De nekünk is kell tennünk jót. Vetni azt, amit majd mások fognak begyűjteni. Nagy hálával vagyok mindig Sándorai Ahidei városnak az előjárói iránt, akik 2018-ban ezt a mi ügyünket úgy támogatták, hogy a városháza dísztermében erről a fiatal szerzetesről és az ő életéről nemzetközi konferenciát tudtunk tartani. Ezek az előjárók akkor elvetették a jót. Mikor lesz gyümölcse? Valamikor megadom. De el van téve a jó. El van vetve a jó. Isten abszolút jó. Önzetlenül jó. Ő veti a magot, ismerjük például a magvető történetét. A mag az az utcére, a betonra és mindenhová esik. Ő adja a jó. Nagy lelkű abban, hogy majd az a jó valahol előkerül is, és kinövi magát. Igen fontos ezt látni, kedves testvéreim, hogy a jó megtételekor az egy igazi élő element arculattá válik az életünkben. Mert minden este idézem a taglemi koros, tehát Benedikt atya, ugye ő Fülöp-szigeteki, és hát ők is megismertem, azóta is többet ismertem, többet olvasok ettől a Tagle Bíboros atyától, és ő neki van egy ilyen mondása, illetve hát egy ilyen esemény, hogy egyik ismerőse ránézett a karórájára, és azt mondja, hogy hát te olyan vagy, atya, mint egy két lábon járó múzeum. Kérdezte, miért? Hát, már annyira új modellek vannak, és te már nem csak püspök vagy, de bíboros is. Hát válts már egy kicsit olyan jobb modellre, egy szebb órára. És akkor ez az atya ránézett az órájára, és mondja, ez az óra, ez akkor került hozzám, vagy akkor kaptam, amikor leérettségiztem. És a szüleim kölcsönt vettek fel, hogy abban a pillanatban, amikor én az érettség után majd elindulok a világba, és már nem leszek otthon, nekem legyen egy óra, ami engem segít tájékozódni az időben. És az én szüleim felvettek ezért kölcsön, és amikor én ránézek erre az órára, akkor ennek az ő jótettüknek arca van. Én az arcukat látom. Minden jó tettnek van arca. Mindenki meg tudja mutatni a jó arcát. Igen fontos tehát nekünk úgy vezetni,
ő hozzá csatlakozni, és hát ez a mi döntésünk szüntelenül, amikor mi a mi hitünket éljük, és találkozunk az Úrral. A jó vetést nem éli át az ember teherként, hanem úgy, mint a szeretetet. Teszi örömmel, teszi azt a jó. Azt mondja a Szent Atya, a legkisebb szeretet cselekedet sincs elveszve. Bármilyen apró dolgot teszünk, a kísértés az ebben az esetben is, hogyha az ember megtorpan és azt mondja, semmi eredménye nincs annak, amit én teszek. Minden este itt megfigyelem a kedves testvérek, a Szent Mise után eléneklik a béke fejedelme éneket. Ez itt egy vetés. Ennek a jónak az elvetése, a béke óhajtása. Tegnap is elénekelték, ma nincs vége a háborúnak. Ma is el fogják énekelni, holnap se lesz vége a háborúnak. De nem az a lényeges, hogy mi az eredmény, meg hol van, meg mikor jön el. Hanem tenni a jót, nagy lelkűen, mint Isten. Polgári Feri atyági Sátorajaújhelyen is szolgált, nagy tisztelője Charles de Foucault atyának. Ő egy francia katonatiszt volt, aki 100 évvel ezelőtt halt meg tulajdonképpen, és afrikai misszionárius lett a beduinok között. És valahogy sose értette meg, hogy miért van ilyen nagy tisztelettel feléje, vagy hogy honnan van ez a tisztelete. Egy hónap múlva a Szent Atya szentté fogja avatni ezt a Charles de Foucault atyát. Most sok információ van, vagy kerül elő róla. És ilyeneket tudtam meg. Egész misszionárius életében egyetlen egy asszonyt keresztelt meg. Egész misszionáriusi működése idején senki nem lépett be a keresztények. Mohamedánok között élt, és minden Mohamedán még jobban elmélyült az iszlám tanításába, és amikor megkérdezték őket, hogy miért, akkor azt mondták, itt van köztük egy szent ember, és ez az ember teszi a jót. Teszi a jót, éli a jót közöttük, és akkor nekünk a magunkéban kell jobbnak lenni. Ez volt az igazi vetés. Hogy valaki jobbá váljon a sajátjába is. És most a Szent Atya majd szentté avatja. Éljünk tehát úgy, ahogy Jézus él, mert ez a mi életünknek igazából az az útja, ami örök életbe visz minket. Tegyük a jót, vagyis azt a legnagyobb ajándékot, amit Isten nekünk ad, ahhoz társulva mi magunk is tegyük azt, hogy Isten önmagát adja mi nekünk, mi pedig önmagunkat tegyük bele ebbe a jóba. Egy Dávid atya egyszer elhatározta, de most már nem fejezem be, mert holnap nem fogunk találkozni. Azért most már végig kell, hogy mondjam ezt a kis történetet. Elhatározta, hogy egy nagyvárosnak a külvárosában bandázó fiúk közé megy, hogy valahogy kezelje őket, vagy valahogy elkezdjen velük foglalkozni, működni közöttük. Telt az idő, igazából csak egyetlen egy dolgot mondott nekik, hogy ők is lehetnek jók. Autólopások, gyújtogatások, bandázások, de ti is lehettek jók. Aztán egyik napon egy Nick nevű fiú, aki a banda főnöke volt, eléje állt, és azt mondta, nem tudok már nem Isten mellett dönteni. Ez a Dávid atya nem tudta elhinni, hogy mit hall.
cigarettázott, egy nagyon szívott éppen a cigarettából, és azt mondja, valami új született meg benne. Az atya azt gondolta, hogy most éppen az autólopások helyett valami drogkereskedést fognak indítani. Mi lehet az az új, ami egy ilyen emberben megszülethet? De ez a fiú, mintha tudott volna olvasni az atya gondolataiba, rögtön azt mondta, én megesküszök. Megesküszök neked, hogy valóban valami új megszületett benne. Én valóban dönteni akarok Isten mellett. Ha van valaki, aki így él, mint te, hogy teszi a jót, értünk, akik semmi jót nem érdemlünk, és mondja nekünk, hogy mi is lehetünk jók, akkor én döntök emellett az Isten mellett. És oda hívta a bandája mindenkit, és egyformán mondták az atyának, mi e szerint az Isten szerint akarunk élni. Ő akkor úgy gondolta, Bibliát ad neki, hogy jobban megismerjék Jézus életét és tanítását. Mindenféle könyveket, kisebb, nagyobb könyveket hozott a plébániájáról. A fiúk azt mondták, nekünk a legnagyobbat ad. Hogy amikor mi bemegyünk a városba és leülünk a főtéren, leállítjuk a motorkáinkat, kinyitjuk ezt a könyvet, mindenki lássa, hogy mi mit olvasunk. Nekünk a legnagyobb könyvet ad. El is vették a fiúk, és elismertek. Telt az idő, már nem kellett az atyának ott lenni velük, és kicsit úgy el is szoktak egymástól. Aztán egy bizonyos idő után jelentkeznek a rendőr főkapitánságról a plébániára. A parancsnok telefonál és kérdezi az atyát, hogy ismeri ezeket a fiúkat. És hát ő nagyon izgulva mondja, hogy hát igen, kéri a parancsnok, hogy jöjjön be a kapitánságra, be is megy. Megfogja a parancsnok a kezét, kezet fog vele, megrázza a kezét, hosszan tartja a kezét, és megkérdezi, mit tett ezekkel a fiúkkal. Ők évekkel ezelőtt összeesküvést tettek, hogy minden rendőri intézkedésünket keresztbe hozzák. Napirenden voltak az ügyek, rengeteg rossz dolog. Most pedig eljöttek ide a rendőrkapitányságra már reggel, és tudja, mit kértek tőlük? Hogy mi írjuk be a neveinket az ő Bibliájuk. Hogy ők azt akarják, hogy az, ami elindította őket a jó úton, ez mindig emlékeztesse őket arra, akikkel nem mindig tettek jót, de nem akarnak már tőlük eltávolodni. Júdásnak az volt a veszteme a evangéliumban, hogy megengedte az eltávolodását a jótól. Ezért, amikor kiment, azt írja a Szentírás, éjszaka volt. De nem kint volt éjszaka, hanem Júdásban volt az éjszaka. Megengedte, hogy a szívében távol legyen a legnagyobb jótól, a legnagyobb ajándéktól, az Istentől önmagát. Péter is megingott, de az életét bevetette Jézusért, és felfeszítették őt is a keresztre. Minket Jézus nagyon szeret, ezért minden apró jó, amit megteszünk, nagyon sok gyümölcsöt fog tudni teremni. Ha meg is inognánk önmagunkban, nem kell félnünk, mert ő minket kiváltott, megváltott, meghátítunk szeretettől. Ünnepeljük ezt a megváltást nagy örömmel ezen a húsvéton, mindannyian a mi életünkben, és vessük ezt a legnagyobb jót, hogy a szerető Isten velünk.